Csapó egy. Jó lesz. Tessék, babám. Azt a na. Sziasztok! Herbert ügyének Herbertek konyhája második rész. Hát ilyet tőlünk sűrűn azért nem fogtok látni. Egyelőre, majd az asszony majd intézi a dolgokat. Szezonra való tekintettel Bírsamából már láttatok szefejezős videót. És szoktunk bele csinálni, vagyis hát az asszony bírsalma sajtot. És ennek az elkészítését fogjuk nektek a mai videó alkalmával bemutatni. Így van? Hát így van. Hát így van. Na, hát akkor nézzük meg. Előszedtünk itt nagyon szép bírsalmákat, hát ami maradt. A szeméből. A szeméből. Nyilván ebből is lesz kicsit férges, meg kicsit hibás, de nem baj. Első hadművelet lesz, hogy ezeket gyorsan megmossuk. Aztán a testvérem, mert ő a kemény, ő elvágja őket négy fele, én kiveszem a vakházát, meg a rosszát, fölkockázzuk. Addig Bianca nézi. Addig Bianca nézi, ő itt a meós. És utána főzés következik, ugye babám? Főzés következik. Jó, na, akkor lássunk is hozzá. Első lépés. Első lépés. Munkamegosztás meg lesz, drága testvérem elnégyeli, mert ő a legerősebb. Én kiszedem a közepét, meg a rosszát, de aki szerelmem, meg majd fölkockázza. Össze van vágva a vinsalma, össze van kockázva szépen, és most pedig lehet főzni. Igaz, Bianca? Uh-huh. Akkor hajrá! Úgy készül, mint a te cefre. Amikor cefét készítünk, annyi víz kell rá, amennyi éppen ellepi. Most addig főzöm, amíg meg nem fúgol körülbelül 25 perc.
40 percig alacsony lángon, folyamatos kevergetés mellett főzzük. Ez a 45 perc, és akkor felelőztem a cukrot, majd további 4 órán keresztül kavartatva főzöm tovább. Próbáljuk kivarázsolni valahogy a formából ezeket a csodás birzsámos sajtokat. Utána pedig jól szellőző helyen elég sokáig eltarthatóak. A lényeg az, hogy jól kiszáradjon. Ez volt a Herbertek konyhája második rész ebben az évben. Ha esetleg véletlenül szeretnétek még ilyen tartalom videókat látni, akkor írjátok meg, mondjuk ne nekem. Komment szekcióba. És az ilyen kis pára majd ezeket nektek majd akkor prezentálja, hogyha van rá igény. Lenne egy kis női oldala is, ha csatornának, hogyha persze ezt hiszernétek. Mert minden sikeres férfi mögött áll egy olyan nő, aki tud főzni. Van benne valami? Az ikények nincs mit felvenni. Megkóstoljuk? Vállalom ezt a megtisztelő szerepet, hogy... Kérlek. Jó tudsz. Na, úgyhogy elkészült a miféle bizsalmas rajtunk. Akihez kedvet kapott, jó szíve ajánljuk neki. Lehet még spékelni ízlés szerint dióval, mazolával, kinek mi a szája íze, rendkívül jó édesség, szezonális, és sokáig eltartható, úgyhogy csináltok ti is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.